vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Eskovács Ádám, az MTK karate szakosztály vezetője. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz! Versenyző korodban jó párszor megfordultál már a Dino Sporthíradóban. És mindig beszélgetünk arról, hogy majd talán a következő olimpiára sikerül felvetetni a karatét is. Sajnos nem adatott meg a pályafutásod során. Most viszont felszállt a fehér füst, ugye? Tokióban ott lesz a karate is az olimpián. Gondolom, ez már nem volt meglepetés. Nem volt meglepetés, bár ugye a felvezetőben is elmondtad, hogy elég sokszor voltunk már közeli helyzetben ahhoz, hogy mi versenyzők, meg akik a sportágban voltunk, hihettük azt, hogy most már itt tényleg bekerülhetünk az olimpiára. Ilyen közel talán még sose voltunk, a sportág nem állt ennyire készen még soha, illetve hát jött egy új vezetőség is az Nemzetközi Olimpiai Bizottság élén, akik szintén a reformoknak voltak a híveik, és ezek a dolgok pont jó időben találkoztak egymással, és ennek eredményeképpen most múlt hét szerdán úgy döntött az Olimpiai Bizottság, hogy 2020-ban Tokióban a karate másik négy sportággal együtt ott lehet az olimpián, ez egy egyszeri alkalom most, amiről döntöttek, de hát nyilván egy nagyon jó belépő arra, hogy megmutassuk magunkat, és bizonyítassa a sportág, hogy alkalmasak vagyunk, és hogy készen állunk arra, hogy részt vegyünk a legnagyobb sporteseményben. Mit mutatnak a számok, amikor felvesznek egy ilyen sportágot? És ugye mindenki először, csak ugye először. Mennyi szokott megragadni, megmaradni? Nem értem pontosan a kérdésedet, hogy milyen számok mit mutatnak. Hát mert ugye mindig vesztek fel újabb és újabb sportágokat. Értem, nem csak itt az, nem tudtam, hogy itt most a sportolókról beszélünk. Na, most a sportágokról. Nem, tehát... De mennyi az esély arra, hogy magyarul a karate ne csak Tokióban legyen ott, hanem a következő olimpiákon is. Mi kell hozzá, vagy általában az a gyakorlat, hogy akiket fölvesznek, még ha csak úgy hangzik, hogy ideiglenesen, azok meg is maradnak. Erről tart a kérdés, hogy számok mit mutatnak? Nincsen referencia, mert ilyen helyzet, mint ami most volt, ilyen még nem volt. Tehát volt olyan, hogy sportágokat fölvettek, volt olyan, hogy esetleg kikerült valaki, de az, hogy egy ilyen csomagban, mint ahogy most, mert most az volt, hogy a rendező ország, illetve a rendező város Tokió javasolhatott új sportágokat arra, hogy az ő saját rendezvényén gyakorlatilag legyenek új sportágok, és ebbe volt benne a karate, négy másik sportág mellett, mint ahogy mondtam, és most itt arról döntöttek, hogy ez az öt sportág egy csomagként együtt bekerül, vagy egyik se kerül be. Tehát nem az van, hogy most az egyik az népszerűbb, mint a másik, hanem pontosan ez volt a lényeg, hogy az is bekerülhessen, akinek esetleg talán finanszírozásilag, vagy kevesebben nézik, de többen csinálják, stb.
És így volt ez, de azért mondom, hogy egyszeri, mert korábban elvileg minden olimpia után szavazásra bocsátják a bent lévő sportágokat, hogy mi az, ami benn maradjon, mi az, ami esetleg bekerüljön. Ez az, amiben a karate már többször elcsúszott és nem került be, de azért általában itt az olimpiai sportágok összezárnak, akik már benn vannak, megszavazzák egymásnak, hogy maradjunk benn, mert hát nyilván az az érdekük, hogy ők se sérüljenek. De ilyen helyzet még nem volt, ezért nem tudom elmondani, hogy mi az esély, hogy benn maradjunk. Vagy az biztos, hogy itt többször elmondták, hogy ez csak Tokióra vonatkozik, utána a következő ország vagy város, aki rendezi, legyen ez mondjuk Budapest 2024-ben, hogyha megkapjuk, akkor Budapest is valószínűleg, hogyha ez az egész ötlet vagy projekt beválik, akkor Budapestnek is lesz lehetősége sportágokat jelölni arra, hogy ugyanígy fölvegyék. Az is lehet, hogy csak simán ezek közül a sportágok közül rendes sportágként javasolni fognak párat, hogy fölvegyenek, mert hát itt volt egy óriási lehetőség, és ezek a sportágak, vagy ezek közül valamelyikek bizonyították, hogy itt van a helyük, mert nagyon sokan nézték, mert jó közvetítető volt a tévében, mert nem bonyolította, vagy nem rúgta fel az egész olimpiai rendszert, az, hogy hány sportoló, hány érem, stb. Legyen, úgyhogy, de mivel erre még nem volt korábban alkalom, hogy így csomagba 5 sportágot fölvegyenek, de akár még 3-at is, ezért nem tudom azt, hogy mi a reális esélye annak, hogy bemaradj. Akkor nagyot kell alkotni, hogy Tokióba ezek szerint. Ugye el tudja magát adni, ugye? Hát szerintem a sportág az már 10 évvel ezelőtt is azon a szinten volt. Főleg nézve a többi sportágat, tehát most már mi szerepeltünk nem egy világjátékokon, Bakuba a Európai játékokon a karate ott volt, Ázsia játékokon már évek óta szerepel, és mindig megállja a helyét, egyáltalán nem alárendel szerepben a többi sportághoz képest, úgyhogy most is ugyanúgy azt várom, hogy Tokió csak egy nagyon jó alkalom lesz arra, hogy a világ sokkal jobban megismeri a mi sportágunkat, és egy ilyen olyan pillanat legyen sokak számára, hogy de tényleg itt van ez a karate, milyen látványos és jól követhető sportág, és hát ez óriási lehetőség nekünk arra, hogy végre nem csak kiskörbe mutassuk meg azt, hogy milyen szép és jó sportág vagyunk, hanem tényleg az egész világ láthassa. Gondolom már szabályrendszer minden már úgy van kialakítva, hogy már ez lesz az olimpián. És ugye már nem nyúlnak hozzá várhatóan. Nagyobb módosításokkal. Valószínűleg nagyobb módosítás nem lesz, de itt már az utolsó 6-8 évben mindent az szerint változtattak, amit az Olimpiai Bizottság előírt ahhoz, hogy egy ilyen döntéshez eleve oda kerülhessünk. Amiben mindenképpen változás lesz, az konkrétan itt az olimpia, mert itt most jelenleg 5 férfi, 5 női súlycsoport van a küzdelemben, van egy férfi és egy női formagyakorlat, de az olimpián csak 3 súlycsoport lesz a férfiaknál, 3 a nőknél, és itt is csak 10-10 versenyző lesz. Tehát innen is látszik, hogy egy picit ebből a szempontból alárendelt szerepünk lesz a mondjuk a többi küzdősporthoz képest is, mert ott van, hogy 32-es tábla van simán. Nálunk itt tényleg a legeslegjobbak fognak oda kerülni, mert súlycsoportonként 10 ember juthat, és nem is az összes súlycsoportból, hanem az 5-ből lesz 3, de most egyelőre még nem adta ki a Karate Világszövetség azokat a pontos adatokat, amelyek szerint tudnánk azt, hogy milyen súlycsoportok lesznek ezek. Ez idén majd a felnőtt világbajnokságban, ami novemberben Ausztriában lesz, ott fogják ezeket a részleteket elárulni. Hát már csak tényleg részlet, mert minden esetre akkor azt jelenti, hogy nagyon sok bajnok lesz egy súlycsoportban. Mert most mindig milyen súlycsoportok maradnak meg, más helyről jönnek a bajnokok így majd. Van. Hát nehéz lesz a kijutás eleve, mert olyan, tehát még nem is tudjuk, hogy pontosan hogy lesz a kvalifikáció, tehát valószínűleg lesznek olimpiai súlycsoportok, meg olyanok, amik nem birkózásból is van hasonló. De az biztos, hogy több súlycsoport össze lesz vonva, és itt tehát lehet, hogy simán az egyik súlycsoport világbajnoka a másik világbajnokát fogja kiütni éppen egy olimpiai indulásért. Ez akár Magyarországon is érdekes lehet majd, amikor kvótát próbálunk szerezni, hogyha egymáshoz közel álló súlycsoportokban vannak nekünk, és jelenleg itt vannak egyébként bajnokaink, akik esélyesek lehetnek kijutni, őnekik majd lehetséges, hogy egymás ellen kell majd a jövőbe harcolni. Hát igen, nem lesz könnyű kijutni, ugye? Már mi magyar karatésnak. Hát nem lesz könnyű kijutni, de más karatésnak se lesz, úgyhogy nem hiszem, hogy sokkal kedvezőtlenebb lenne a helyzetünk, főleg ez azért reálisan 3 év múlva lesz a kvalifikáció. Most is vannak nagyon jó versenyzőink, addig is
még van jó pár olyan korosztályos versenyző, aki addigra fog beérni, úgyhogy nem lesz ebben alárendelt szerepünk a többi nemzettel szemben, úgyhogy gondot, illetve mindig nehéz az olimpiai kvalifikáció, tehát ez most ott lesz. Ott a tekvondó, ugye csak elég. Igen, ott egy nagyon jó példa, pedig ott több induló lehet. Igen. A Karate Szövetség főtitkára mondta az, hogy az MTK van nagyon erős a karate, és onnan úgy számolgatnak, hogy onnan fog kijutni versenyző, onnan is fog. Tehát az MTK az ott lesz. Hát ez azért nagyon nehéz, ezt örülök, hogyha ők így látják, de tényleg most még megjósolhatatlan az, hogy addigra azok a versenyzők, akik most nálunk nagyon jók, addigra hol lesznek. Nem vezetjük meg őket, ha van egy Háspataki, ugye? Háspataki Gábor, aki Európa és világbajnok korosztályos szinten, már felnőtt világkupát is nyert, és ott is nagyon eredményes. Tamás Ferdinánd, aki szintén U21-es világbajnoki bronzérmes. Vannak náluk egy korosztályal lejjebb eredményes versenyzők, Erdős Martin, többek közt, aki döntős volt most a korosztályos Európa-bajnokságon. Úgyhogy vagyunk még sokan, vannak lányok is, akik szintén eredményesek. De mondom, azért a három idő az rövid is, meg hosszú is abból a szempontból, hogy ők pont most vannak a legnagyobb váltáson, most esnek keresztül. De az biztos, hogy Magyarországon a legerősebb, jelenleg a legerősebb, legeredményesebb klub vagyunk. Ezt a pozíciónkat szeretnénk is tartani a jövőbe is. Nagyon komoly ellenfeleink vannak, mert ott van az UTE, a BVSC szintén komoly karate szakosztályokkal és nagyon jó munkával a hátuk mögött, úgyhogy de hát minket ez motivál, és azon fogunk dolgozni most már. Mindig is azon dolgoztunk, hogy a nemzetközi mezőnyben megálljuk a helyünket, mert ez mindig elég lesz arra, hogy a hazai szinten is erősek legyünk. Most pedig hát egy új cél van, az, hogy az olimpiára kijussunk, akár ne is csak egy versenyzővel, akár többel, de az, hogy ez hogy van fog realizálódni, hogy tényleg Magyarországról jut-e ki versenyző, ez még a jövő zenéje. De legalább van munka, van cél megint egy értelmes, így van? Hát eddig is volt. Eddig is volt, de most egy újabb. Ilyen még nem volt. Ilyen még nem volt. És te edzel még? Vagy már nagyon nem öltözik le a vezető? Hát nem, már nekem derogál, nem. Karatét már nem aktívan nem gyakorlok. Néha leszoktam menni a szakosztálynak az edzéseire, vagy akár a válogatott edzéseire, versenyekre eljárok nézőként, vagy hát szakvezetőként. Én saját magam földharcra váltottam, most már 5 éve brazil jiu-jitsuzok, ami egy új szerelem igazából. Versenyszerűen? Nem versenyszerűen, hobbiszerűen csinálom egy heti 3-4-szer, ahogy az időm engedi, de arra mondjuk bőven elég, hogy magamat azért fitten tartsam, hanem is olyan szinten, mint amikor versenyeztem. Ez de is az MTK? Nem, ez nem MTK keretein belül, ez teljesen külön. Bár van egy MTK-s brazil jiu-jitsusunk, aki szintén a karate szakosztály alá tartozik, Szűcs Kristóf, aki világbajnok, idén ezüstérmes volt a világbajnokságon, egy nagyon komoly tehetség, illetve már nem csak tehetség, hanem komoly eredményekkel bíró versenyző. Úgyhogy én nekem ez szimplán így váltottam, hogy nem abba hagytam teljesen a sportot, viszont a karatét azt olyan sok helyig csináltam, hogy most azért jól esik egy váltás. Kicsit más. Földharcát, igen. Nézed az olimpiát, és már milyen szemmel nézed az olimpiát? Úgyhogy 4 év múlva ti is ott lesztek egy olimpián, vagy még ez így nem fordul meg a fejed? Nekem most még ez a 4 év eleve nagyon friss a döntés, és még nem annyira kattogok azon, hogy 4 év múlva mi lesz. Persze jó hosszú távon is gondolkodni, de azért inkább itt a következő periódust tartjuk a szemünk előtt, mert ahogy említettem, novemberben felnőtt világbajnokság lesz, ahol több versenyzőnk is indul, formagyakorlatban is indul versenyzőnk, Gábor is indul, Ferdinánd is indul csapatban, tehát komoly rövid távú céljaink is vannak, illetve ezek a versenyzők, ezek még a korosztályba is beférnek jövő év januárjába, vagy február elején. Úgyhogy szerintem fontos, hogy most a realitás talaján maradva koncentráljunk a jelenre. Én az olimpiát mindig úgy néztem, hogy milyen jó, hogy van egy ilyen nagy esemény, ahol láthatom a barátaimat is, nagyon sok barátom küzd a napokban is, Imre Géza, Kis Balázs,
és még sorolhatnám őket, ami nagyon jó érzéssel tölt el. Persze minimális hiányérzet van bennem, hogy én nem jutottam el, de azért engem a világjátékok győzelem azért valamilyen szinten kárpótol. Illetve hát az, hogy azóta elég sok mindent csinálok a karate mellett is, mármint a szakosztályvezetés mellett is, ami a családomról nem is beszélve teljesen... Két lurkó ott van. Így van, betölti az életemet, és nincs, nem nagyon van időm azzal foglalkozni, hogy jaj, milyen jó lenne itt indulni, mert ezt a dolgot elengedtem. Annak nagyon örülök, hogy a sportág mellett vagyok mégis, van esélyem arra, hogy a csapattal együtt mondjuk akár a szaktudásommal vagy segítségemmel majd 4 év múlva ott lehessünk az olimpián. Most még szimpla szurkolóként és hát sportkedvelőként, meg hát azért valamilyen szinten a 27 évnyi karate és válogatottság mellett azért bennfentesként tudok nézni még egy olimpiát is, mert azért világjátékokon indultam nem is egyen, hanem két világjátékokon indultam, harcművészeti vagy küzdősport világjátékokon is indultam. Úgyhogy ugye azért valamilyen szinten volt nekem hasonló élményem, amikor közel 20 sportág versenyzett. Tudom, milyen érzés lehet, vagy hasonló érzés, de nagyon jó érzés látni azt, hogy magyar versenyzők, Hosszú Katinka, Szászemese ilyen sikereket érnek el. Sikerek. Ugye mondtad, hogy évvégén ugye lesz egy karate világbajnokság. Még korai arról beszélni, még fiatalok, hogy esetleg valaki világbajnoki aranyérmet fog szerezni? Hát nem gondolom korainak, több versenyzőnkben is, nem csak az MTK-ról, hanem a magyar válogatottról beszélek, potenciál mindenképpen megvan az éremszerzésre. Olyas módon, de tudod miért hegyeztem ki a kérdést? Gondoltam, régen is ismerjük egymást ehhez, miatt? Hogy ez leesett. Ez ugyanolyan, mint az, hogy most irigykedhetnék arra, hogy ők most olimpiára készülhetnek következő. Nincs bennem ez. Hogyha nekik sikerül aranyérmet szerezni, akkor én annak nagyon fogok örülni. Az előbb megjegyeztem, világjátékokon nyertem aranyérmet, ilyen nincs másnak. A felnőtt világbajnoki férfi érme egyelőre nincs senkinek, nekem van belőle 3. Tehát azt gondolom, hogyha valaki ezt úgymond megdönti, hogy aranyérmet nyer a felnőtt VB-n, akkor sem mondom azt, hogy hát most ez nekem mennyire rossz, ez nekem ugyanolyan jó. Én a sportágban dolgozom, a sportágért teszek is sokat, én is rengeteget kaptam a sporttól. Ez nekem ugyanúgy jó, hogyha tőlünk egy srácnak sikerül, az is nagyon jó, hogyha válogatottban az is szintén, úgyhogy itt csak nyertesek vannak ebből a szempontból. De visszatérve a kérdésre, éremre látok realitást, és itt pedig olyan nüansznyi dolgok döntenek, hogy ha meg már éremre látunk, akkor ez simán lehet akár arany is, lehet, hogy ezüst vagy éppen bronz, de a srácokban most már Háspataki Gáborban, Tadiszi Márciában, Szegedi Dömében, hogy most párat említsek, de azért ők azok, akik leginkább ott vannak az élen, bennük simán megvan az érem, csapatban is elég szépen muzsikálnak most már, hogyha éppen úgy sikerül az időzítés. Úgyhogy én kíváncsian várom ezt a versenyt, főleg azért, mert Ausztriában lesz, tehát közel leszünk, sokan ki tudnak majd menni szurkolni. Kérdés, hogy ez mennyire lesz nekik előny vagy hátrány. Én mindig szerettem távol az otthonomtól versenyezni, mert akkor a különböző zavaró körülmények, még akkor is, ha ezek pozitívak voltak, de legalább tehát nem ilyen dolgokra koncentráltam, hanem csak a versenyzésre. Nem véletlen, hogy Japánban, Mexikóban, Tajvanon értem el a legnagyobb sikereimet. De ettől függetlenül ez egy nagy lehetőség nekik, hogy Ausztriában közel az otthonukhoz történelmi sikereket érjenek el. Hát igen. De ők még kicsit még nem fiatalok? Vagy bár az nem jelent hátrányt? Fiatalok, de most már a sportág is fiatalodott. Tehát anno, amikor pár évvel ezelőtt én még versenyeztem, akkor talán 2-3 évvel idősebb volt az egész korosztály. Én mondjuk 32 éves koromban hagytam abba a versenyzést, 33, akkor már ott öregnek számítottam. Hazai szinten már abszolút, tehát kb. 10 év volt az utánam legidősebb srác. Ja, már magáztak a versenytársak. Hát nem magáztak, mert a viszony az mindig baráti volt, most is az. De hát egy más élethelyzetben voltunk már, amikor nekem gyerekeim voltak, ők meg épp kijöttek a gimnáziumból, ha kijöttek. De azt gondolom, hogy
hogy a világ karatéja is felgyorsult ebből a szempontból, és most már azért nem meglepetés, ha egy 20 éves srác, vagy 22 éves, akár 24 világbajnokságot nyer. Tehát azért erre vannak korábbi referenciák, vagy már korábban történt ilyen. Ebből a szempontból nem gondolom, de hát biztos, hogyha 2-3 évvel később vannak, még több rutin szereznek, akkor talán nagyobb az esély. Most már mindannyian túl vannak azon, hogy ilyen nagyon nagy meglepetés nem tudnak okozni, mert ismerik őket. Tehát világkupákon szinte mindegyik szerzett. Most is két évente van a világbajnokság? Igen, ugyanúgy. Tehát nem változott sem. Nem. Európa-bajnokságon idén a Márci harmadik volt, a Gábor ötödik volt. Tehát ez már nem lesz meglepetés, ha ők oda kerülnek közel, mert nem fekete lovak, akik úristen, tehát még sose láttuk őket, igen. És rögtön megnyerik a világbajnokságot. Szerintem ez egy picit most már hátrány is, mert figyelnek, készülnek rájuk, mindkettőjükre biztos, Dömére is a mínusz 60 kilóba, de hát azért ez egy édes teher, amikor már nézik az embert. Ez van, de ez azt jelenti, hogy már valamit letettek az asztalra. Nem szálltak-e, nem akartak elszállni? Tudod, jöttek az eredmények is? Szerintem azért, tehát még fiatalok, azért. Ahogy ezt beszéltük, de mondtam, hogy a stáb körülöttük azért beleértem. Volt olyan, akivel el kellett beszélgetned azért? Volt, de ez mindig van, de ezek nem ilyen nagyon komoly elbeszélgetések, hanem csak mindig, inkább csak az iránymutatás arra, hogy mi az, amit lehet, mi az, amit nem lehet, de mondom, ezek már nem kölkök, de ettől függetlenül jó is nekik az, hogy valamilyen iránymutatást kapnak, és mindenki nagyon jó viszonyt ápol az edzőjével, hallgat az edzőjére, van, ahol apa-fia kapcsolat alakult ki, úgyhogy mind az összes srác nálunk is, válogatottból is szerintem a helyén kezeli a dolgokat, és azért egyelőre, tehát még egyikőjük se nyert felnőtt VB-t vagy olimpiát jelenleg, hogy így nagyon el kellene szállni, hogy amikor meg egy picit talán elszállhattak volna, de mondom, én nem érzem ezt így, akkor mindig úgy helyére kerültek, meg elmentek egy világkupára, aztán első körben időbe jött a pofon, és akkor így. De nem, de mondom, hogy egyik őknél sem nincs ilyen probléma. Sok néző megy ki egy ilyen karate versenyre? Most milyen a hangulat egy karate versenyen? Emlékszem, mert régen annó rengetegen karatéztak, rengetegen mentek ki, mert újdonság ereje és a többi. Most milyen helyzet? Hát változó, attól függ, hogy most hazai versenyekről, vagy nemzetközi versenyekről beszélünk, ott sem lehet általánosítani. Azt gondolom, hogy azért a nemzeti szinten egy-két kivétellel, de hát a családtagok, meg azok, akik a sportágat gyakorolják, azok mennek ki drukkolni, csapattagok, nincs ez másképp itthon se. Tehát azért egy magyar bajnokságra nem megy ki olyan ember nagyon, aki csak karate versenyt szeretne látni, hanem kimennek a csapattagok, szülők, barátok, rokonok. De azért nemzetközi versenyen, hát az utóbbi világbajnokságokon, legutóbb Brémába, előtte Párizsba, hát teltház volt mindenhol, de úgy volt teltház, hogy már fél évvel a rendezvény előtt nem lehetett jegyet kapni, most ugyanez várható Ausztriába is. Hát ebből a szempontból a nagy eseményeken nagyon nagy követése van meg, hát főleg azáltal, hogy a közösségi médiában egyre erősebb mind a karate, mind a sportolók, akik részt vesznek, egyre inkább próbálja ezt a világszövetség is erőltetni, hogy sztárokat építsünk. Most már így sokkal egyszerűbb lesz, hogy olimpiai sportággá váltunk. Úgyhogy szerintem nem maradunk el az egyéb küzdősportok birkózása, kölvívás, cselgáncs, tékvándó mellett. Ugyanannyian kimennek egy kontinens bajnokságra nálunk is. Megvan már a fejedben, hogy PR szempontjából kire fogjátok esetleg az MTK-t felépíteni? Ki lesz ez az arc? Hát szerencsére ez nem az én feladatom, mert van egy nagyon jó kommunikációs igazgatónk, a Szegő Tibor, aki többek között a menedzsmenttel együtt majd eldönti, és már nem most, hanem már ez korábban megkezdődött, és a karate már eleve benne volt abban a sportágoknak, abban a mixében, akik közül választani lehet. De hát ugye nyilván mondjuk most jelenleg egyetlen egy európai és világbajnoki aranyérmesünk van, aki a Hárspataki Gábor. Ő egyébként tavaly az év sportolója lett utánpótlás kategóriában az MTK-n belül is, úgyhogy rá biztos számítanak. Mondom, a lányoknál is vannak ilyenek,
De szerintem ők saját maguk, tehát az eredmények fognak beszélni, nem nagyon kell építgetni embereket, mert Szilágyi Áron se kellett felépíteni, neki volt a dolga, hogy meg kellett nyerni az olimpiát, ahhoz, hogy utána most ő vihesse a zászlót, tehát... Igen, de az annó azért neked is jó volt egy menedzsment mellette. Hát igen, de nekem ebből a szempontból sokkal nehezebb volt, mert nem volt se olimpia, plusz akkor, és most itt nem szeretném a magammal már hajtani a vizet, de azért én nyertem egy világjátékokat, és mondjuk 8-10 éven keresztül mindig az élvonalban voltam, tehát folyamatosan hoztam a felnőtt eredményeket, de ettől függetlenül senkit nem érdekelt a karate, azokon kívül, akik ugye közel voltak, vagy éppen téged, mert te mindig elhívtál ilyenkor engem, de mondjuk az úgynevezett fő csapás irányokba, vagy a mainstream médiában nehéz volt bekerülni. Nekem szerencsére volt egy-két olyan barátom, aki ebbe segített, és itt szerencsésebb voltam, de azt gondolom, hogy úttörő voltam, és nagyon sok mindenben én. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.